שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם במאמר השלום. אנחנו בעמוד 411 בטור ב', אנחנו בטור א'. Hello, mindenkinek abban a tanulmányból csak a béke című cikket folytatjuk. A tegnap megkezdett cikket, illetve a tegnap is olvasott cikket. שאלות נבחרות שאלנה כאן במהלך השיעור. עמוד 411, טור א' למטה. Kérdéseket fel elküldeni a Kabbala TV-n keresztül, megfelelő kérdések ki lesznek sugározva a lecke során. Az egész világ az olyan, mint egy bolt, ugye ezt mondtuk tegnap. Milyen fajta boltról van itt szó? Nyilvánvalóan van egy számlánk benne, ahol inkarnációról inkarnációra turkálunk a boltba. És közöttünk, mindenki között, az előző generáció, a következő generáció, különböző fajta inkarnációk, a generációk között. Tehát itt egyfajta rendszerről beszélünk, amelyen keresztül elérhetjük a célt. A cél pedig nyilván előre meg van határozva, előre be van állítva, a rendszer így dolgozik. A programjának megfelelően, mert beítónak, időben való felgyorsításnak nevezünk, és akkor szeretjük, vagy nem, állapotról állapotra, ehhez kerülünk közelebb, és nyilvánvalóan nem is tudunk másabb előhaladni, mert vagy a Krisénában vagyunk, vagy az erőfeszítésen keresztül hozzáadunk valamit, és ilyen módon felgyorsítjuk a fejlődésünket, mert lerövidítjük az időt így, és növeljük a szenvedést is, ami azt jelenti, hogy ezek az erők, amelyek nyomás alá helyeznek bennünket annak érdekében, hogy elérjük a célt. Ezek erők, amelyek másképp alakítanak bennünket, tehát nekünk van egyfajta stimulációnk, hogy hogyan tudunk még gyorsabban előre haladni, úgy, hogy a természet felébreszt bennünket, és ezért nekünk a saját vágyainkat kell működtetnünk. Honnan vegyünk mi erőt a saját vágyunk ellenében, amely valójában a természetünknek felel meg. Tehát ez vagyok én, vágy, semmi más. És ezért a teremtésnek az anyaga, ugye, amiről tudjuk, hogy egy vágy, tehát hogyan lehet ezeket megváltoztatni, hogyan lehet egyik vágyra a másikat megváltoztatni, hogyan tudunk egy másik vágyat választani, amiben kevésbé szenvedek, vagy nagyobb örömet érek el. Tehát mi van az én kezemben ebből? És itt van egy lehetőség nyilvánvalóan, úgy megcsinálni, hogy a Tórával foglalkozom, azaz én olyan fajta befolyással ébredek rá, amelyek úgy érnek el engem, hogy változást okoznak bennem, és ezek a változások amelyek az én vágyamat megváltoztatják, lecsökkentik, megnövelik, minőségileg megnövelik, hogy engem eljutassanak egy olyan állapotba, ahol én valóban érzékelni fogom és élvezni az új értékeket, amelyek elében vannak az én természetemnek, és ez az erő, amely segít nekem, hogy ezt meg tudjam tenni, magyarabb, hogy én egyáltalán képes legyek felébredni, ráébredni, működtetni, hogy ezt az erőt magam tudjam vonni, amely megengedi nekem, hogy a természetem elejében dolgozzak, ezt Tórának nevezzük, mert itt egy hatalmas belső erőfeszítéssel dolgozom, azonban én képtelen vagyok közel kerülni a célhoz, hogy valóban megértsem, felismerjem tudatosan, hogy az értékeimet meg kell változtatnom, és mindezeket a reformáló fény segítségével végre tudjam hajtani. Tehát minden attól függ, hogy hogyan viszolunk mindehez. Tehát vagy nyitott üzletként fogom ezt fel, vagy minden le van írva, és bele fel van jegyezve, hogy mi történik. Na, folytassuk. Tehát Rabbi Akiva kétfajta mérti le.
kétfajta embert ír le. Az első a nyílt bolt típusú ember, ami erre a világra úgy tekint, mint egy nyílt boltra, boltos nélkül. Azt mondja ezekről az emberekről, ahogy a könyv nyitva és a kéz ír, azaz, bár ők nem látják, hogy mi van a számlájukra írva, minden cselekedetük ettől függetlenül le lesz jegyezve a könyvben, ahogy azt fentebb elmagyaráztam. Ez a fejlődés törvénye, ami a teremtés beágyaztak az emberek akaratának ellenére. Hol a gonoszok cselekedetei maguk szítják a jó cselekedetet, ahogy azt fent már megmutattam. Ugye mi egy rendszernek vagyunk a részei. Ez a nagyon jó, pontosan kiszámolt rendszer. Figyelembe veszi azt a sok ezer részletet, amelyben mindegyikünk meg van határozva, amely mindegyiket formál, kapcsolatra épülünk, amivel mi is kapcsolatban másokkal, tehát a rendszert nevezzük, úgyhogy Mahudensov. És az egész szerepünk az az, hogy ezeket a komponenseket, amik az ásványi szinten nyilván meg először, tovább vegyük a fejlődésben, tehát nyilván az ásványi, a növényi és az állati szinteken is túl egészen a beszélő részig. A beszélő rész, az pedig az a rész, amely a semmiben való létezéssel kezdődik, és így tudunk kerülni egy állapotot, ahol megérthetjük, felismerhetjük a felsőrének az erejét. Hogy, és olyan mértékig, hogy ez valóban működtet bennünket, és utána pedig a teljes működése a rendszernek fokozatosan egy bizonyos mértékben kiterjed, felismerhető válik, én bele tudok integrálódni, és a rendszer teljes működése az át lesz adva nekem a korrigált léleknek. És akkor az egész rendszer úgy olyan fog működni bennem, mint a felső erőben, és akkor azáltal, hogy a részeket én összekapcsolom, és én is teljes egészében megértem, mi történik, és akkor a részek egymás közötti kapcsolata okán betöltik a szerepüket, és ez a kapcsolat maga a teremtővé válik. Na, tovább olvasom. A második fajta embert úgy írják le, hogy azok, akik kölcsönre akarnak vásárolni. Ők számításra veszik a boltost. Ez nem jó vagy rossz, amiről itt olvasunk, mondja, amit egy lehetőségről van szó. Tehát ők kaptak egy lehetőséget, hogy végig gondolják azt, ami történik. És ennek a belső érzésnek megfelelően, amiről szó van itt, megjelenik egy terv, egyfajta erő, amit házigazdának nevezünk, vagy boltosnak, amely működtet mindent. Miért? Azért, mert ezek az emberek érzik, hogy kell, hogy valami cél legyen mindennek, valami gondolata, hogy az egyetlen gondolatban összefordul az egész teremtés. És amikor valamit ezek az emberek kivesznek a boltból, akkor csak hit erre vásárolják, és megígérik a boltosnak, hogy kifizetik a kért árat, azaz elérik vele a célt. És erre azt mondja a rabbi Akiva, hogy mindenki, aki kölcsönre akar vásárolni, jöjjön és vásároljon kölcsönre. És azt mondod, mi a különbség az első típus között, akinek a célja a fejlődés törvény alapján jön el hozzá, és a másik típust, aki önrabszolgaságon keresztül jut, döbben rá a teremtő munkájára, tehát itt arról van szó, hogy ezek be akarnak kerülni a munkába, magukra akarják vonni ezt a munkát, mi pedig egy olyan módon, hogy ők akarják ezt megvalósítani. Tehát nyilvánvalóan a cselekedetből
a cselekedetekből jutnak el a cselekvő értelem megismeréséig. Azonban ezek nem egyenlőek, ez a két fajta ember a cél elérésében? Tehát mindenki ugyanahoz a végeredményhez jut, mondja Rav. Ezek a csoba folytatja Rabbi, akivel a behajtók visszatérnek rendszeresen, napról napra, és behajtják az embertől, anélkül, hogy azt tudná a hitelt. És valójában mindkettő kifizeti a napi részét az adósságból. És amilyen erők az ő munkájával foglalkozás miatt jelennek meg, azok hűséges behajtónak tartott gondolhatóak, akik minden nap begyűjtik az adósságot részletekben egészen addig, amíg teljesen ki nem lesz fizetve hatalmas erők által, amelyeket a fejlődés törvényébe ágyaztak bele. Szintén hűséges behajtók, akik a napi részítőket megfizetik az adósságból, egészek addig, amíg ez nincsen teljes egészében visszafizetve. Ez a jelentése annak, hogy és a behajtók rendszeresen visszatérnek egy napra a másikra, és behajtanak az embertől. Azonban itt egy hatalmas különbség van, és egy hatalmas távolság is köztük, azaz tudatosan vagy tudattalanul, az első fajta, ezek megfizetik a hitelt tudattalanul, azonban ezáltal hatalmas szelet kapnak a fejlődésen keresztül hátulról, és erőlteti őket, hogy előre lépjenek. Ezért az ő adósságuk akaratuk ellenére van behajtva, és nagy fájdalmak vannak a gonosz erők megjelenése miatt, amik hátulról tolják az ilyen típusú ember. De a második típus az kifizeti az adósságát, ami a tudatos elérése a célnak a saját számlájukra, azzal, hogy megismétlik a cselekedeteket, ami felgyorsítsák a gonosz felismerésének érzékét, és a munkájuk során kétszeresen fognak nyerni. Az első nyeremény, hogy ezek az erők, amik a munkájában megjelennek, úgy jelennek meg, mint egy húzó, mágneses erő. Ők a szabad akaratukból üldözik ezeket a szeretet szellemiségével, és szükségtelen mondani, hogy szabadok mindenféle szenvedéstől és csapásoktól, ami az első típusnál abszolút jelen van. A hátulról nyomnak bennünket, mondja Rav. Na, sohasság tovább. Tehát a második nyeremény, felgyorsítjuk a vágyott cél elérését, ők az igazak és a proféták, akik elérik minden generáció célját. Ahogyan azt a Kabala bölcseletnek lényege című cikkemben elmagyaráztam, hogy miköré is épül az a bölcselet. Minden előlegben van, és ez az erődítmény teljesen szétterjed. A bolt nyitva van, a boltos halózat fizetéssel adja az áruit. Van valamilyen kérdés? Kérdezi Rav? Igen, Gerzsom. Én emlékszem, hogy tegnap mi állandóan vásároltunk ebben az üzletben, ez így van. Akkor, hogy nem akarod, de az életben mindent meg kell ragadnod. Oké, mondja Gerzson, tehát még nem tudtuk, hogy hol van ez eldó. Mi az, hogy nem figyeltél arra, hogy valami nem figyeltél, ez mit jelent? Mondjuk, tehát valaki használja ezt a boltot egy olyan módon, hogy semmilyen számítást nem vesz figyelembe. אתה לוקח הכל, מלא את הסל שלך, ויוצא ככה,
Tehát... Az mi jutr garóa? Adam bat jura seni. No. Tehát nyilvánvalóan... כן. אז שאלה, אם אותו האדם, אותו הגרשון, פתאום נזכר ש... הכיר, יש תעת עוז, הוא... ואז זה כאילו מתפתחות בו כמו לכל... אז הוא חושב, אחר כך נעשה חשבון. לא, אז אני, לא, הוא אולי מודה בדיוק על... תעת. זה בדיוק העניין. לא בא לך בושה איזה? Később megfizeti mindenki azt, amit kivett a boltból. Oké, na, akkor mire gondolsz? Szégyent ezzel? Ah, lehet, hogy szégyent, vagy gonosz feltárását. Vagy félsz attól, hogy nem kapod meg, amit a boltba keresel? Hát lehet, hogy jobb nem tudni, mi a következmény minek. Tehát... A kérdés, ami megmarad, az az... Tehát nyilván mit kell megszereznünk a teremtőtől? Tehát nyilván, hogy hogyan kell és mire figyelni, tehát milyen belső cselekedetet hajtanak végre, egy másik dolog. Hát egyetlen dolgot kell megtennünk, el kell érni azt az állapotot, ahol vissza tudok fizetni mindent. Ez a lényeg, magyarul. Vissza tudsz fizetni mindent. Hogyan? Hát adakozol. Tehát minden, amit kivettél a boltból, az egész életedre szükséges cuccokat, azt vissza kell fizetned. Oké, de a múltban én mondjuk loptam, mint egy tolvaj. És mindenféle dolog kifejlődött bennem ezzel kapcsolatosan, oké. Tehát a fejlődés, amit nagyon nehéz megérteni. Én nem tudom, hogy most miről beszélsz. Tehát amikor, hogyha nem kell fizetned, akkor még jobban elkezdesz lopni. Tehát minden egyes kicsin dolgot ki kell fizetned. Különben nem leszel állandó nyomásra helyezve, lopni fogsz, nem fogod kifizetni. Természetesen a számításodnak nagyon pontosnak kell lenni, hogy mit vittél el, és mit kell fizetni. Tehát beszél is erről. Tehát elfontos a dolga számunkra, hogy tudjuk, hogy... hogy milyen gyorsan jutottunk el annak a számításnak az érzetéhez, hogy a kapcsolat érzéséhez visznek ezek közelebb bennünket, és az is, hogy a boltos csak itt állható föl, hogyha egymással kapcsolatban lépünk. De amit nem fizették ki, az csapásként mindenképpen visszatér hozzád. Nézd meg az emberiséget. Hát nézzétek meg az emberiség szenvedését. Az emberek meg mit csinálnak egymással, szórakoznak egymással, mit nem tesznek meg. Tehát az egész arról szól, hogy az életük az olyan legyen, mint a mennyország. Tehát hogyan tudnak egymásnak károkat okozni? Tehát nyilvánvalóan erőfeszítéseket kell tenni, mert egyébként tényleg csak az marad, hogy hogyan lehet problémát okozni. És ezzelől nem szökhetsz meg, és ezáltal fokozatosan a tudatosság felé mozdítod őket el. Na csak oda kollának a mikrofon. Tehát valahol láthatjuk, hogy akik eddig találkoztak, nem jól szenvedtek, csak vagytok? Akik nem is gondoltuk volna, szenvedtek valamennyit. Tehát ezért csomó nem értenek egyet bálcolámmal. Ez így van. Nyilván itt van egy kép, és ezt a képet kell nekik is átadnunk, hogy hogyan működhet bennünket a természet. Tehát nyilvánvalóan láthatjuk, hogy egyfajta dolog működhet bennünket. Orosz a kérdés egyébként. Oké, na de
ki az, aki a szenvedés kapja? Hol lehet ezt megélni? Oké, na de a kapnakarás is tiszta adakozó, nem tudom, a kapnakarásnak el kell egy állapothoz, ahol megszerzi a rost. Ugye ez a gufta a test nélkül, a rost nélkül, a teremtő felkészít egy állapotot, hogy az ember képes legyen tanulni a teremtőtől, a roson keresztül, tehát ő rosát magához tudja kapcsolni, és akkor nyilván magától is van egy cselekedet, ami egy szűrőt épít, ugye ez egy nagyon fontos dolog, és az orrhoz ért, és akkor fokozatosan képítik a rost, a refesú, a nesem, a hajjája hida szinteket, de ezen túl képül a rost. Mert a rost nélkül növekszik a szenvedés okozó probléma, és ebben föltesz a kérdést, hogy oké, mit kell tennem, és miért, hogy ki tudjak lépni, de ki kell építeni a rost. És addig, amíg nem tudjuk, hogy mit kell tennünk, és hogy építünk rost, és ezáltal ugye maga ez az üzlet marad, a shop, amiről beszélünk, vagy pedig szenvedünk, és vagy bemünk a boltba, és levesszük a polcról fizetés nélkül, vagy pedig hitelbe, vagy pedig csapások elevenünk. Hát oké, de itt arról beszél, hogy itt nincs szeretet, tehát... Tehát mi az, amit elvárnak a teremtménytől? Hiszen ő kapnak rá se született. Milyen fajta számítást vár el a teremtő? Tehát akar valamit arról, hogy a teremtmény visszafizessen, de miért? Hiszen ő ezen a módon teremtette meg, tolvajnak teremtette meg. Azért, mert valaki adakozik, valaki pedig megszerez. Oké, na de... Én nem látom, hogy ki tette ezt velem, nem látom a számításokat. De... Tehát miért kell nekem ezért a sok dolgot, mint megfizetni? A vágy nyilvánvalóan az arra is irányul, hogy ne gondoljátok azt, hogy ti nyomorultak vagytok, tehát hogy ne lássátok a valódi életeket, hanem abban a mértékben csak, amilyen korrigálni vagytok képesek egymást, de nyilvánvalóan a teremtő szemében ez a végső korrekcióra felel meg. Oké, na de miért nem látjuk a természetben ezt példának, hogy van? Hát persze, hogy nincsenek erre példák magyarabb, hiszen csak az emberi szinten lehet megélni. Tehát a mi világunkban nem értem a kérdésedet, mondja. Rab. Én nem értem, hogy válaszol, amire ír itt. Hát mi a baj itt válaszolámmal? Válaszolám elmagyarázza a mi számunkra, hogy a természet hogyan viszonyul hozzánk, hogy mit akarsz a válaszolámmal? De nem lehet probléma, mondja Rab. Oké, na de a folyamat miért ennyire... nehézkes. Tehát amikor Amerikában voltunk, akkor egy fickó volt, aki még annyi is üzött van a legszélesebben. Tehát talán New York-i leckénk után. Oké, na de akkor miért van az, hogy ami forrásaink nem utalnak arra, hogy valami hiba van velünk, és hogy tudjuk azt kiköszönni. Tehát nekünk van a kapnakarásunk, ez a része a fejlődésünknek, és ennyi? Persze, mondjam. Ez a fejlődésnek a része, és mit akarsz ennél túlmenően? Tehát neked megvan adva egy érzés, hogy valami rossz veled, igen, így van. Az egyetlen dolog, amit tenned kell, hogy vagy mindenki minden ezen a módon dolgozik. Tehát hogy lehet az, hogy ne feledkezzel erről minden pillanatban? Tehát, hogy mint Gerzson, mindenféle dolgokat próbálsz meg számításra venni, és utána pedig, vagy pedig vannak emberek, akik napról napra megerősítést nyernek, hogy, és biztos fizetik azt, amit kivesznek a boltból. Látjátok, hogy Nathaniel nevet, ők már tudják, hogy mit kell visszafizetni. No, no, Ken.
למה אנחנו לא מקבלים דוגמה לפויטאז' טובה? הנה יש פה מקובל, אוקיי, חיים שלו טובים, הכל טוב. דמיינו כפונק יו מודול, יו אוטון, פרדקות. מקובל שחיים שלו טובים, איפה ראית דבר כזה? Miért nem így működtetett ez a kabalisták? Sose érzik, hogy az életük rossz vagy jó. Mondd már meg nekem egy példát, mondja a kabalistáktól, aki az összes generációban, egy példát, akinek olyan élete volt, ami értékes volt, ahol tehát egy bankmenedzser lehet sikeresen, vagy parlament tag, de kabalista leszel egy sikeres ember? Ha megnézed a kabalistának az életét, hát miről beszélsz te, mondja rá? Nyilvánvalóan egy csomó emberek nincsen vágya sem arra, hogy mások vágyában okozom örömet, és azt élvezze. Tehát ezek nem is tudják, ezek utolsó pillanatig, utolsó nanomillimétereig kontrollálva vannak a fizikai világ által. Tehát minden diktálva van az ő számunkra. Az állapotok, a törvények és minden más, nem a külső befolyásokat kapnak, ezzel nem is látják, hogy mihol, mi történik. Hát mi az a szabad választás, mondja rá? A te szabad választásod az, hogy egy új egót tudsz kérni, ami pedig a te kapnakarásodat megfelelő módon működteti. És ez azt is jelenti, hogy ezt elfogadod, elfogadod, hogy ez a szabad akarat, döntéseket tudsz hozni. Rav, egyfelől mi arról beszélünk, hogy vannak erők, amik kontrollálnak bennünket, és a szeretettel kormányoznak bennünket. Ugye, és a mások oldalról pedig a boltosról beszélünk. Tehát, hogyan kapcsoljuk össze ezeket a dolgokat? Hát mondd már nekem, van egy kérdésem. Mit törőz ez, hogy van-e boltos, vagy nem? Az az egoista módon, ha te számítás akarsz el végezni, az nem jó. Ha pedig nem, akkor meg mit érek, miért akar tudni? Tehát, hogyha ő ott van, már pedig ott van, akkor én tudatosan akarom megtisztítani, vagy meg akarom tisztítani a saját tudatomat. Oké, tehát én szeretném tudni, hogy tehát semmi más nincs ezen túlmenően. Meg kell próbálnod valóban tiszta módon megtisztítani magad. Hogy tisztává válj a teremtő jóságával szemben. Itt nincs jutalom, nincs büntetés, nincs semmi. Tehát ami számít, hogy a te tudatosságoddal tudjál számításokat égezni. Oké, hát vegyük név példáját, tehát szeretettel ellátja a szeretetét, és itt van egy rendszer, ami aztán a végén, igen, mondjam, oda az, nekem a számlát ezzel kapcsolatban, tehát mi arról beszélünk, egy másik törvény, ami hogyan lehet egy rendszerben élni, amely elhozza nekem a számlát, és leszámláz minden. Ez kizárólag azért van, hogy mennyiket a helyet számításod edesen. És így kapod meg a szabadságot, mert akkor már nincs teremtő, meg semmi sem, tehát tegyél bármit, amit tehetsz. Tehát a bűnös között és az igaz ember között nem nagyon van különbség ebben a tekintetben. De amikor egyszer eléred azt az állapotot, amelyben a tudatosságod, az megigazolásod a legfontosabb, akkor ez lesz a legmagasztosabb erő, amely minden erőnél magasabb, amely kötelez téged a haladásra, ahol már inkább meghalnál, mint hogy ne legyen egyenes. Ezért a boltnak a működése az ugye, mint a két forrás lenne, az egyik az, ami minden nyitva van, és az ember szabadon túlkált benne, a másik pedig minden tudnod kell, mi történik. Oké, hol tanul, hol tartunk, mondja rá? És itt egy igazi számítás jön. És ők megígérik, hogy
egy erő a munkához, ami egy magasztos cél felé vezet őket, és ez jó a számukra, mert és azok, akik visszafizetik azt, amit kivettek a boltból, azoknak egy igaz számítás jelenik meg, és ez egy engedélyt ad arra, hogy minden törésük után, ami feltárult a világban és az emberiségben, abban korrekciót tudjanak végrehajtani. Tehát jelenleg, tehát ez egy lángoló tűz, mondja Rav, ami ugye az, a megszólítás hozta az első, nem, a szégyen hozta az első megszólítást, tehát itt van egy számítás, ami a szégyent aztán kifejtette. Oké, de van egy ember, aki fejlődött, aki bele van foglaltatva mind a két fajta emberben, nem van az emberben. Tehát az embernek a fejlődése során nyilvánvalóan nagyon sokfajta ember jelenik meg a belső világában. És ilyen módon az általános rendszer tehát hogyan válik rosszá az egész rendszer? Tehát tehát folytassuk. Tehát itt mondva van, hogy az ítélet, tehát hogyan lehet a valódi célt elérni, és hogyan lehet alávetni magát az embernek a fénynek, hogy feltárja a teremtés végső célját ezáltal, hogy minden baj, ami eléri az embert, az valóban olyan módon viszonyul hozzá, mint egy házigazda, aki valóban egy ünnepet készít elő az ember számára, ahol az ember lesz a vendég, és ilyen módon jelenik meg az, hogy a végső soron feltáruljon ez az ünnep, ahol és az ítélet, az igazi, valódi ítélet lesz, és minden arra fog irányulni, hogy ez az ünnep megtöltése. És ilyen módon azt fogjuk találni a Bereshit Rabában idáig, Rav, ha mi fölemelkedünk a fizikai számításoknak, tehát ez egyfajta megerősítés. Tehát hogyan tud az ember felelősséget vállalni a megigazolásért, tehát honnan kapunk erőt ehhez, tehát hogy lehet óriási erőfeszítést tenni minden irányba. Tehát én milyen fajta kalkulációt kellett végezni? Tehát, hogy az ember tolva érzi magát, akkor hogy működik ez? Mindig a saját gyengeségem körül fog ez forogni? Tehát tehát mit jelent ez a fajta tudatosság? Tehát egy csomó ember számításokat végez ezen a módon, és hát nyilvánvalóan ennek megfelelő commitmentet, odaadást tanúsít majd a dolog irányába. És ilyen módon azt találjuk a Bereshit Rabában,
hogy az ember teremtésével kapcsolatban az angyalok megkérdezik a teremtőt. Ki az az ember, akivel olyan gondos vagy? És az ember fia az, akit meglátogatsz? Miért kell neked ez a probléma? És a teremtő pedig azt mondta nekik, és mő volt Conna és Alafin megteremtve. Van egy hasonlat egy királyról, akinek volt egy tornya javakkal megtöltve, de egyetlen vendége sem volt. Hát milyen öröme volt a királynak a saját tornyában? Azt mondták neki, ó világura, parancsolak, milyen nagyszerű a neved szerte a földön. Tedd azt, amiben örömet leled. Magyarázat. Az angyalok, akik látták a fájdalmat és a gyötrelmet, az emberiségre vár, elgondolkodtak. Hát miért kell neked ez a baj? Kérdezték az urat. És a teremtő úgy válaszolt nekik, Rav. Mivel ez... Tehát gyakorlatilag a gyereknél csak az apák meg az anyák szenvednek jobban, és ezért tekintető ez úgy, hogy a szomorúsága a szentségnek az sokkal erőteljesebb a mi szenvedésünknél, hiszen... Itt egy kicsi szenvedés van, és nekünk össze kell adni mindent, kumulálni kell mindent, és ez a teremtőnek a szomorúsága, és a fontosság az ugye abból fakad, hogy az ember más és másfajta számításokat végez, de az, hogy az ember megerősítse magát a felelősségében, az kell, hogy egyfajta személyes vizsgálatot tudjunk végezni, amely lefedi azt, ami történik, tehát hogy legalább önmagamért is képes legyek valamit tenni, és a teremtő és a na most nem tolhatottunk, de mindegy. Tehát, ugye a Sina mondja, hogy valóban van egy tornya tele javakkal, de csak az emberiséget hívta meg oda. És persze az angyalok lemérték az örömeket a toronyban, amire a vendégekre vár, és a bajokkal is egy ötremekkel összehasonlítva, erre az emberiségre vár vaj. הנמצאים במגדול הזה, העומד ומצפה על מוזמניו, לעומת היסורין והצרות העתיד להגיע לאנושיות, ואחר שראו... És amikor látták, hogy az ember is megéri, hogy szembenjen a jóért, ami vár rá, akkor az angyalok is egyet értettek annak az ember megteremtésével, hogy a rabbi akiva mondta, hogy a megítélés igaz, és minden készen áll a lakomára. A teremtés kezdetétől minden embernek foglalt helye van ott. Ugye a nincs másodat kívül válaszolom, sokszor ábrázolja ezt a terminológiát, hogy ez olyan, mint amikor egy ember, akinek valamilyen kicsi szerve nagy testben, és akkor a fájdalmat ő is érzi, amit a szív és a lélek érez, és ez az embernek a lényege. Tehát nyilván ezt nem lehet összehasonlítani a más jellegű problémákkal. És akkor ha ez megtelik fájdalommal, akkor az egész emberiséget kikorrigálja az, aki ezt a kis fájdalmat érzi, és kikorrigálja azért, mert az ember... Valóban a szentség, ami a porban van, az nem tudja összehasonlítani a fájdalmat, amit egyetlen ember érez, ez nem lehet összehasonlítani azzal az érzéssel, amit az egész rendszer érez. És ahogy ezt a bölcseink mondják, az ember elutasításra kerül. Tehát azáltal, hogy az ember gondol a szomorúságra. Mikor érzi az ember a szomorúságot, és miért? Azért, mert ő távol került a teremtőtől, és nyilván ezáltal, mondja, partnerévé válszik a teremtőnek,
És a szomorúság az ő szomorúsága lesz. Hogy ez elérhető-e? Mondja rá. Nem tudom, de ez a legnagyobb boldogság, ebben biztos vagyok. Rav, a cikk után rögtön érzékelhető válik, hogy ugye nekünk volt, van csütörtök egy bevezető lesz. Mi az a, ez a bevezető? Mit jelent ez, hogy bevezető este? Ez a kabala, kabalát tanulni igyekvő emberek eljönnek és megkóstolják a kabalát. Hol lesz ez? Egész Izraelben, a centreinkben. Tehát már nyitott este, és ki lesz hitjét, ez már hirdetve. De hogy az emberek érezzék a fontosságát ennek, hogy az összes barát hogyan érezze ennek a fontosságát, mindenki izgatottan készül erre. És tehát nyilván az új emberek, akik el fognak jönni tapasztalat nélkül, nyilván nekik itt akarják megtapasztalni a kabalát, és nyilván az életüknek a bolondabbik vagy rosszabbik részét próbálják meg kikorrigálni, tehát mondjuk hogyan érezhetjük mindenkinek a vágyát, hogy az ő és a, tehát a barátomnak a feleség és a családja biztonságban legyen, az élet pedig könnyebbé váljon. Tehát a bevezető lett ki, én azt szeretném öntől megkérdezni, hogy hogyan győzhetjük meg jobban egy kicsit, hogy járjanak kabalát és tanuljanak. Nem tudom, magyarok, hogyha nekem lenne egy lehetőségem, az azt is jelenteni, hogy át tudnám ugrani azt a hatalmas időszakot, amikor én még épp vagy benne voltam ebbe, és elkezdtem terjeszteni meg a mai napig. Hát én azt gondolom, hogy az, amit most tanulunk, mindegyünknek egy hatalmas lehetőséget ad, hogy mi a középpontjában legyünk ennek a szintnek, hogy és valóban értékesnek bizonyult a számunkra. Tehát egy este valaki jön egy kávéházba, tehát nyilván ez a teremtő odaad mindent, hogy ott is akár berendezheted, ugye, ahogy tanultuk. Tehát itt van a dolgok, amin keresztül mi elveszük a lehetőséget annak, hogy valóban érdemeink szerint építsük a világunkat. Tehát, hogy minden baj, minden probléma, ahogy hogyan jutunk túl ezeken a problémákon, milyen fajta módon fog megérinteni bennünket. Tehát nyilván relatív módon kicsi erőfeszítéseket kell tenni, hogy az egész világ kiérdemelje ezt, és akkor visszahozzuk a dolgokat a kívánt szintre. Oké, tehát folytatva azt az irányultságot, ami a kongresszusnak a célja. Tehát mi akkor beszélünk kicsit a Sopról, amikor a shopkeeperben van, tehát nekünk. Nyilván az, hogy tehát hogy jutunk el ahhoz, hogyha másfajta emberek vannak ott, akik valóban mi fizetnének is azért, ami történik, hogy ezt is képesek legyünk egyszerre ellátni. Hát aki a kongresszusra jön és tehát akkor kavasták ennek fenntartani azt, hogy valóban a mi életünk nem egyszerű egyébként, de meg kell értsük, hogy őrködni kell a biztonságunk felett, és az ember ezért nem hagyhatja el a családját, nem kell magát győzködje. Tehát lehet, hogy 2-3 év is kell, míg az ember ezeken túl tud lépni. És akkor jön egy kongresszus, ahol azt érzi, hogy most nagyon sokat haladtam előre. Tehát valóban azt ajánljuk, hogy hogy valóban a kongresszusra való eljövetel a legnagyobb ajándék, amit az ember adhat a saját lelkének, és ennek megfelelően vannak emberek, akik megkapják a benyomásokat mindehez. Ugye valakik már regisztrált is a kongresszusra, vannak, akik Guadalajarában is ott lesznek, meg New Jersey-ben is. Én láttam, hogy ők meghallották, hogy miről van szó, meghallották az üzenetet, és egy óriási vágyuk támadt arra, hogy ezt megéljék.
Tehát nekünk itt egy extra hotelt is kell majd az első mellett ügyködni. Tehát ennyire jól megy most a regisztráció, mondja. Hogy az emberek most túl lesz elég egy hotel, tehát mindenképpen fel kell ébrednünk, és van 2-3 nap, amiben meg kéne értenünk az irányultságot. És én valóban nagyon boldog vagyok. Tehát 300 ember regisztrált már. Tehát itt lehet megtalálni a cikket. Rav, is possible to ask the intention of a World Clee? Because in few hours today in the morning our tehát ugye, tehát néhány órán belül Rómában megkezdődik egy nagyon fontos találkozó a zsidó közösséggel, és mi azt gondoljuk, hogy ez egy ajtót nyitott egész Európa számára, mert ez rászóltak, hogy hatfordítsa le a ארגון יהודי שם, וחושבים שזה מה שיכול לפתוח איזה דלת ככה לתוך כל אירופה. אז מבקשים מחשבות. אתה משתף עוד אותה כרב נוקסט? באמת מאוד יחד אתכם. ג'וזפה הוא אחראי. מי ולתק פגיום ג'וזפה? ג'וזפה זה דיק מנג'רה. Az egész olasz csoportnak, és valóban az egyik legerősebb és leghatalmasabb csoportunk, és olyan reméljük, hogy példaként szolgált majd Európa számára, és Oroszországban is hatalmas erővel kezdődtek meg a moszkvai csoportban a zsidó közösségbeli terjesztés, és ez gyümölcsöző lett a mi számunkra. Van egy nőmbevő kérdezi valaki, a zsidónak volt terjesztés, ez az ő szerepük betöltésére is szolgál. Tehát, hogy amit kivesznek a shopból, azt ne kelljen csapásokkal megfizetni ők. Ez jó. Aki ezt kérdezte, megértette a pontot. Így van. Tehát a zsidóknak példaként kell szolgálni, hogy mindenkit megelőzően, hogy példaként példának legyek a többiek számára, hogy ne ingyen vegyenek ki a boltból. És hogy hogyan jöttünk ehhez közel, hogy építetjük ki ezeket a számításokat. Ez egy nagyon fontos dolog. És ha ezt nem tesszük meg, akkor nyilvánvalóan mi fogunk asszisztálni ahhoz, hogy a világos nemzetén keresztül csapás védek el. És látnunk kell a nyomásnak megfelelően, ami növekszik rajtunk, hogy az órunk előtt tengernyi probléma van, mivel az emberi fejlődés eljött egy olyan állapotba, ahol a nyomás egyre jobban növekszik, és készen kell állnunk, megkérdezik, mi volt az előző évszázadokban, és mi vár ránk. Tehát reméljük, hogy a Biné Baruch és a Kabbala bölcsessége valóban válaszként szolgál erre, és képesek leszünk mindent a felgyorsítás útjára vinni, az Akasina útjára vinni. Mert a szenvedés útja, mondja Rav, az egész világ tekintetében nagyon kellemetlen, és látjuk, hogy az egész világ mégis most erre felé csúszik. Tehát reméljük, mondja Rav, hogy jön a kongresszus, jön a munkánk, a terjesztésünk, tehát minden gyümölcsöző válik. És akkor bejelentések, hogy ez lesz a nyílt Kabbala nap, ugye Izraelben, tehát ez 25-én csütörtökön. Ez egy bevezető lecke. Egész Izrael szerte. Ingyenes a belépés.
מכללת קבלה לעם לדוברי השפה הרוסית מזמינה אתכם לסיור. זה הבעיה קולץ'. ספר הזוהר. הסיור יכלול שיעורים, סדנאות, סיורי שטח וסעודות משותפות. המסע יצא ביום és aztán egy túrát és egy utazásra is szeretnénk hívni mindenkit, követve a nagy kamaristákat. 9411. Ezek a oroszul történnek ezek a vezetések. Köszönjük mindenkinek, és egy szép napot kívánok! ביחד נשפיע, ביחד נגיע, ביחד נצעד אליך לאהבה.